Vasas Ferencváros mérkőzésen vagyunk. A 40. percig nem esett gól, de a 41. percben csordás tör előre. Átjátsz a védőket, lő gól! Volt egy rövid bemelegítés, aztán egy labdatartó rész, egy 15-20 perc, és utána játék volt különböző megkötésekkel, egy érintővel, két érintő szabad játék. A Liga Kupán a cél az, hogy jobban összecsiszoljuk a csapatot, vagy pedig több lehetőséget kapjanak azok a játékosok, akik egyébként kevesebbet? A cél az, hogy nyerjünk meccseket. Nyilván ez, ha ugye a csapat nyer meccseket, akkor jobban összecsiszolódik. Illetve hát persze fontos az is, hogy azok, akik kevesebbet játszanak, kapjanak lehetőséget. Én azt gondolom, hogy holnap is egy erősebb csapattal fogunk felállni, szerintem nem lesz teljesen fölforgatva a kezdőcsapat. Gondolom volt alkalom visszanézni a videón a kiállításos szituációt. Ön hogy ítélné meg? Kiállítás volt, vagy nem? Hát én többször is megnéztem ezt a szituációt, számomra nem volt kiállítás, hát ugye két játékos bement a 16-oson belülre a Németh Gabi mögé, és nem a játékos felé irányuló mozgást végzett, hanem a labda elé próbált úgy állni, hogy ne tudják beemelni, és a csatár neki szaladt a Gabinak, okosan eldobta magát, ez maximum sárga lap számomra. És mire számíthatunk? Egy esetleg több meccses eltiltásra? Hát ugye a Gabinak még ez volt az első kiállítása a pályafutása alatt, ez automatikusan szerintem egy mérkőzést fog jelenteni. A Bencének is ugyanúgy meg kell szavazni a bizalmat a Liga Kupán is, meg én bízom benne, hogy Nyíregyházán egy nagyon jó teljesítményt fog nyújtani.